Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bojászportál kóstolóján, és egy chilei bort szeretnék nektek bemutatni, mondjuk az azt mondom, hogy Vizsali Arboleda. És ahogy a név is már sejted, és főleg a címke egyébként, a chilei hát, helyi fának a tiszteletére, helyi fáknak a tiszteletére kapta ezt a címkét, ezt a címet, ezt a borászatot is egyben. És hát Eduardo Chadwicknek a személyes projektje volt ez, a 90-es évek végén létrehozott egy borászatot Colchagua völgyében. Szülők egy része mondjuk Aconcagua-ból is származik. Aconcagua elnevezés, mint terület igazából Chilébe, amely a legmagasabb andoki hegység csúcsnak a nevét viseli, Aconcagua völgye. Ez kb. Santiago-tól 100 km-re található. Ez egy 2008-os Carmenère, és a Carmenère szőlő hát igazából Bordeauxból, Franciaországból származik, de ott már szinte alig, vagy szinte nincs is, már nagyon kevés van, Bordeauxban azon van, mint nagyon kevés belőle, és a 70-es években egy francia önológus ment át, és azt mondta nekik, hát, hogy ez nem is Merlot, amit ti telepítetek, ez pont Carmenère. Véletlenszerűen úgy gondolták annak idején a chileiek, hogy egy Merlot telepítettek be, holott össze közben ezzel a majdnem kihaltnak tűnt fajta Carmenère-ről lévén szó, és ez Chilének igazából a nemzeti, ha kékszőlőkről beszélünk, mondom, hogy nemzeti vörösborra vált, és tényleg egész jól művelik ezt a vörösbort. Ez a borászat, a Arboleda, Vinedos Sustainables, ami igazából annyit jelent, hogy sustainable, fenntartható, tehát nagyon is vigyáznak a természetre, okos vízgazdálkodás, és kevesebb hát káros anyagot próbálunk természetesen a szőlőbe is juttatni, gondolok itt betegség megelőzés, stb. Termoszporú lisztharmat. Chile egyébként fantasztikus ilyen szempontból, ugye egy filoxféra mentes, és hát ezek a klimatikus adottságok, ami ott vannak, borászoknak nagyon kedveznek, hogy hát nagyon kevés káros anyagot úgymond vigyenek bele a szőlő termetezésénél a vidékben, és az a sustainable fenntarthatóságról beszél effektíven. Nézzük le viszont, mit tud ez a Carmenère 2008-as Arboleda. Színe egy mély rubinvörös szín, illata pedig nagyon intenzív. Fantasztikus ez az illat igazából. Nekem nagyon tetszik, rengeteg benne a szeder, a málna, a piros bogyógyümölcsök, és nagymának a lekvárja, mondom azt, hogy visszaköszön egy ilyen kékbogyós, fűszeres jelleg testesül meg. Rendkívül intenzív és érett, nagyon szépen tör az előre, tényleg, mint hogyha lekvárt is nagyon reggelinél asztalnál ott mindenfajta pirosbogyós gyümölcsök, és még tovább, tehát eléggé komplex jellege van neki, de attól függően nagyon kedves és bársonyos is. Illatban nagyon tetszik nekem az illata, megmondom őszintén. Kóstoljuk is meg azért, mert hát illatból nem fogunk élni. Szájban nagyon szép savai vannak neki, szép kerek, tetszik ez a fűszeresség, és viszont ez az érett gyümölcs, nagyon az a szép bársonyos lekváros, nem túl lekváros, nagy arra gondoljunk, hogy nagyon is mondjuk túlzott alkohol lenne benne, vagy valami ilyesmi, 13-as fél egyébként, de nagyon barátságosan jönnek vissza ezek a pirosbogyós lekváros jegyek, nagyon kedves, nagyon elegáns, nagyon sejmes, és a fűszerességből is csak jó része, van benne egy kis fahé, van benne egy kis pirosbogyós lecsengés, és nagyon koncentrált a vége, nekem nagyon tetszik ez a bor. Nagyon szép korrekt Carmenère, megmutatja valóban az arcát, mire képes Chilében ez a újonnan felfedezett fajta.